Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Február 15-e és 17-e között országszerte több száz kulturális intézmény kapui nyíltak meg egész hétvégére a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében. Minden nap értéket adunk, ez volt a szlogánja a 13 éve töretlen programsorozatnak. Szekszárdon a Babics központban farsangi mulatsággal, előadásokkal, vetítésekkel, kiállítással, koncertekkel és táncházzal várták az érdeklődőket a legkisebbektől az idős korosztályig. Gyerekeknek jó közösségi hely, igazából így összehozzák a szülőket, gyerekeket, meg élvezik a gyerekek nagyon. Szerettem volna, hogy a lányunk szocializálódik, rengeteg gyerek van itt, a zenét nagyon szereti, főleg a népi zenét, a magyar népese a mindene. És épp ezért, mint ahogy látható, én nem is lehet egész egyszerűen vele bírni, mert ahogy meghallja a népi zenét, kitör magából, tombol, otthon mindig mese. Úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom erre, hogy így fejlesztjük. Esetleg az egykori Bartirás nagypapa szokott neki népzenét mutatni, vagy hallgattatni vele? Még nagyon kisebb volt, már akkor a kezébe fogta és népi táncolt vele. Persze a tévében rengeteg ilyen adó van, ahol népi zenét adnak le. Ott teljesen max hangerővel szépen, és úgy ritmusra. És azt vettük észre, hogy egyre jobban kezdő ütemre tapsolni, persze még nagyon pici korában. Most meg aztán pláne. Elképzelhető, hogy ő is a néptáncos vonalat viszi majd tovább? Hogy az legyen. A legkisebbeket is megszólították a Kultúrházak éjjel-nappal országos kampányban Szekszárdon a Babics központban. Országszerte több száz kulturális intézményben készültek változatos programokkal. A Bartina Néptánc Egyesület táncházat szervezett erre a szombatra. Már volt a tavaly évben is egy ciklusunk, ahol 4 táncházunk volt, és most szeptembertől kezdtük áprilisig, akkor pedig 6 ilyen ciklusunk van, amiben ugye a legkisebbektől a legidősebb korosztályig is mindenkit fogadni tudunk. És hát mindig nagyon telt, hát most is rengetegen vannak. Igen, a múltkorin számoltuk meg, hogy 58 pici volt, most nem tudom, körülbelül annyi lehetett most is. Hát itt az a lényeg, hogy a szülővel együtt, hogy a szülő maga is megtanulja ezeket a játékokat, mondókákat, ezek mind ilyen apró kis szólámis dalok, tehát ezeket könnyen meg lehet tanulni, de az lenne jó, ha ez minden napi életükben benne lenne. Én erre kapacitálom őket, hogy hallgassák zenét, mozogjanak a gyerekekkel, mert a mozgás, a tánc az egy boldogsághormon termel, tehát ettől jól lehet érezni magunkat. A zenekar most Budapestről érkezett, ők a sokak által ismert és szeretett Zagyva Banda, akikkel a Bartina Néptánc Egyesület folyamatosan együtt dolgozik. Emlékeztek rá, múltkor Csurgó zenekarunk volt. A Csurgó zenekar azt az időpontot választotta, a Zagyva Banda pedig ezt az időpontot, úgyhogy szeretettel köszöntjük a Zagyva Bandát zenekarok sorában, tapsoljuk meg! Másodszor voltunk, a második alkalommal, az elsőt nagyon, nagyon szerette a kicsilány, és úgy gondoltuk, hogy minden alkalommal részt fogunk venni, mert látjuk, hogy szereti. Most kicsit elfáradt, de fogunk jönni, mert nagyon jónak tartjuk a táncot, meg imád táncolni. Hány éves a nagylány, és hogy hívják? 2 éves, és Gréta. Otthon is észreveszitek? Igen. A kamaszokra nincs hatással a szülő. A kamaszokra a saját kortárs van hatással. És nagyon örömmel látom, hogy előfordul, hogy bartinás gyerekek hoznak be osztálytársat, vagy rokont, vagy testvért, de ez nem gyakori. Sajnos ez így van, hogy még kiskorban a szülő azt hiszi, hogy csak akkor kell fejleszteni a gyerekét, miközben a 8-9-10 éveseket ugyanúgy fejleszteni kéne, minden nap zenét kéne kapjanak. Most nem akarom kezdeni a nagy lózungot, hogy Kodály országában, és most kimennél az utcára, megállítanál egy 10 éves gyereket, és azt mondanád, hogy énekeljen el egy magyar népdalt, nem tud. De ugyanezt megtennéd Szerbiába vagy Szlovákiába, 10-et egyszerre énekelne, ha tudna olyat tenni. Tehát ezért kellene nekünk is egy kicsit általánosítani ezt a fajta kultúrát.
kislányom az, hát röviden tömören káoszkapitány. És szabad szerelem pont itt szalad mellettünk. Akárhogy szeretnénk megfogni a kezét és próbálnánk csinálni a gyakorlatokat, nem igazán. Egy fél kör is már saját maga útjába, úgyhogy meg fog vele gyűlni a gondvajom, van egy sonna gyanúm. Ennyi idős? Ő most január 31-én volt 2 éves. Bogyiszlóról jöttünk, és a lányom az ő anyukája, ő táncolt fiatal korában, régebben, és hát igen. Akkor egyértelmű volt, hogy a néptánc az ő életükben is jelen van. Igen, igen. Úgyhogy már, hát most már voltunk, most már másodszor jöttünk el. És... Lehet, hogy esetleg valamikor Bartinás lesz a kislány? Hát, meg lehet, elképzelhető, de Bogyiszlón biztos, hogy fog táncolni a tánccsoportban. Most a Csóri Sándor program ad lehetőséget, minket még külön a Hagyományok Háza is támogat ez ügyben, hogy ilyen ciklikusan visszatérhessen, mert hát ez bizony nem egy olcsó játék. Most sikerült egy olyan pályázatot a Csóri programból kapnunk, hogy nem is kell fizetni érte, de sajnos ezt folyamatosan nem bírja senki. Tehát itt több százezer forint alkalmanként ez a dolog, hiszen sem a tánctanárok, sem a zenekar nem csinálja ingyen. A Babits kulturális programjai is úgy alakulnak, hogy ő befogadja, de hát ő az egyik támogató azzal, hogy ingyenesen adja a helyet, technikát, villanyt, fényt, meleget, tehát... Ez egy komoly összefogás, hogy ez így működjön. A táncház mellett előadásokra, vetítésre, koncertre és farsangi játszóra, mulatságra is várták az érdeklődőket Szekszárdon egész hétvégén a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében. A házasság hete és a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz kapcsolódóan rendezték meg Pakson az Ásó Kapa Nagyharang című kiállítást, melyre több tucat esküvői fotó mellett számos menyasszonyi ruha és kellék került elő a ládákból. Kutas Attila plébános ezekkel az ünnepi szavakkal nyitotta meg a kiállítást, melyen Szűcs Zoltán Flört című egyfelvonásos drámáját adta elő Csapó Ágnes és Móricz Norbert. A kiállító terembe lépve 50-100 évet repültünk vissza az időben. 1907-ben készült a legrégebbi esküvői fotó azon az Ásó Kapa Nagyharang címet viselő kiállításon, mely a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban látható. Tudtuk, hogy a ládafiából előkerülő régi fotók, azok nagy sikert aratnak, és nem csak itt a kiállítótérben, amíg keresi a család, amíg eldönti, hogy mit hoz el ide, addig felsejlenek a régi emlékek, és ezzel egy olyan plusz ajándékot is kapunk, mert amikor bejöttek, akkor elmesélték ezeket a történeteket, amit keresgélés közben vettek elő a fényképpel együtt a ládafiából. És most azért vagyok egy picit elfogadott, mert éppen édesanyám néz velem szembe 1965-ből. Természetesen a nagy paksi Akác utcai esküvő előjött abból a bizonyos emlékládából, és ahogy újra elmesélték édesanyámék, hogy szakadt az eső, és a Sárgödör téren kellett átvergődnie a sáron, de aztán az Isten úgy adta, hogy a házasságkötés jól sikeredett, Sólyom Károly evangélikus esperes adta össze őket, és aztán mindig arról mesélnek, hogy milyen finom volt az Akác utcai házban a rántott borjú, ami akkor ritkán került az asztalra. Jó lenne, a fiatalok eljönnének, és látnák, ahogy az elmúlt 90-100 évben hogyan változott az ízlés, hogy nézett annak idején hasonló korú édesanyjuk a képről le rájuk.
Tehát egy körülbelül 30-40 nagy keretezett kép érkezett, nagyon bátran hozták az emberek, szerencsére nagyon jó kapcsolatunk van a helyi nyugdíjas klubokkal, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a paksiak, hanem már ugye újonnan paksiak is hoztak képet, hiszen az atomerőműben dolgozók közül nem mindenki paksi származású, házasságokat még nem biztos, hogy pakson kötötték, de az ő képeiket is szeretettel fogadtuk, hiszen most már teljes mértékben paksi lakosnak mondhatjuk őket. Az esküvői ruhákat is behozták, ez egy újdonság számomra, hiszen már 2005-ben és 2006-ban megrendeztük az Ásókapa kiállítást, és akkor nagyon kevés, talán egy-egy ruhát hoztak, én nekem ez volt a legnagyobb meglepetés, hogy ilyen szép számmal érkeztek ruhák is, bábukat tudtunk kölcsönözni, erre az alkalomra így még látványosabb lett a tárlat, ezen kívül fájtlakat, kesztyüket, meghívókat, táviratokat is szép számmal hozták. Nagyon sok érdekes dolog található. A legrégebbi fénykép 1907-ből való. Nekem nem is a képek között van talán a legérdekesebb dolog, hanem a vitrinekben. Van például egy szállítólevél, ahol az esküvői menünek a részletezése is elolvasható. Ebben az esetben viszont kérte a tulajdonosa, hogy takarjuk ki a nevét. Ezt tiszteletben tartjuk, ezért van így, hogy csak a fényképek alatt található meg a menyasszony és a vőlegény neve, valamint a házasságkötés dátuma. Ernekné Margit néni esküvője 54 évvel ezelőtt volt. Férjét 9 éve elveszítette, ezért kissé fájdalmas volt neki felidézni a régi szép emlékeket. Budapestről rendeltük ezt a menyasszonyi csokrot, akkor még az volt divat ez a mű csokrok, nem ez az élő virágból készültek. Hát a ruhámat egy ilyen barónő varta, egy ilyen kicsi, hát olyan nájlonos, még akkor az volt a divat, olyan, és akkor a koszorúm is ő készítette, frizurámat meg egy nagyon aranyos kis fodrász, de úgy kellett elmennünk egy másik városba fényképezkedni. Csabai Jánosném elhozta a kiállításra csodálatos 70-es évekbeli saját kezűleg készített kalocsai hímzéses menyasszonyi ruháját. Nagyon szerettem mindig kézimunkázni, és ebből adódott az, hogy úgy gondoltam, hogy kalocsai hímzés, úgyhogy az egész ruhát én hímeztem. Talán eltartott 3-4 hétig is, kicsit iparkodni kellett, hogy kész legyen, mire az esküvő meglett. A paks és környékbeli házaspárok régi esküvői fényképeiből tárgyaiból rendezett tárlat február 27-éig tekinthető meg a paksi Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében. Bunda, gallér, köpönyeg, hazudok, ha van kinek. Sebestyén István kakasdi mesemondó üde színfoltja volt a Vármegyeházi Esték rendezvény sorozatnak csütörtökön. Megtelt a Vármegyeházat ízterme. A másdében minden lesz, ebben lesz humor, lesznek komoly dolgok, lesz népdal, lesz poár köszöntő, boros ének, szóval minden. Igyekeztem, hogy ami belefér mondjuk ebbe az időszakba, ugye mert most van a farsang időszak, és ilyenkor mehet a humor. Ha szeret vizet, csónakába ülni, de messzel menni, ha belé nem veszni. Nővérem, aki elvégezte a Színdarab Rendezői Akadémiát Keleti Mártonnál, és ő színdarabokat rendezett. És én, mint legkisebb a családba, ilyen nagy volt a korkülönbség köztünk, nővérem a színdarabokat rendezett, én meg, mint gyermekszereplő már szerepeltem a színdarabokba. Édesapám szeretett mesélni, olvasni, verset mondani, ezért mi is szerettünk olvasni, verselni, mesét mondani. Tehát minden jó másolódik. A bukovinai székely mesemondó Sebestyén István az esten széles repertoárját vonultatta fel a népi hagyományoknak. Dalaival, meséivel és nevettető történeteivel a székelység keserédes, de mindig humorral az élet felé forduló mindennapjait ízleltette meg a közönséggel. Mint mondtam, hogy 10 voltunk testvére, és mikor esténként összegyűltek a kommák, és a komma asszony, édesapának nagyon finomján kadarka borocskája volt, ne? És egy-két puhár után az asszonyoknak erős megjelent a nyelvi. A bukovinai székely mesék, ezek már megtalálhatók különböző országoknak a meséibe. Tehát a mese az nem ismer határokat, ugye? Csak a bukovinai székelyeknek a lelki világa található meg, és a humora ezekben a mesékbe. Tehát föl van öltöztetve székelyesen.
A népmesék bizony, most már vannak ezek a bukovinai székely népmesék, Sebestyén Ádám keresztapám össze is gyűjtötte 1-4-es kötet, és van egy nagyon híres mesemondó verseny, bukovinai székely mesemondó verseny, ami Kakazsról indult el, és minden ötödik évben visszamegy Kakazsról. Tehát ahol bukovinai székelyek élnek, ott megrendezik ezt a mesemondó versenyt, vannak gyerekek, felnőttek, diákok, és a legközelebbi az most majd húsvét előtt egy héttel, igen, akkor lesz megrendezésre tartva, és reméljük, hogy egyre többen fognak jelentkezni hozzá. Édes Uram, bár csak a tiéd kész volna, mind nekem egy fehér lovat, dobsz volna, dobsz volna, gyárj, jobb egy vigyáz, búle, gajtúle, gajtúle, oppint gyár, és hávál, Jézus kérj. Nálunk, mivel sokan voltunk testvérek, tehát mi összeszoktunk jönni, és akkor ez a széketréf, a székelyhumor, ez állandóan, ezek az emlékek jönnek elő, hogy mi volt gyermekkorunkban. Tehát nekünk nagyon gazdag gyermekkorunk volt. Tehát nekem nem kellett elmennem gyűjteni Erdélybe, mert én beleszülettem egy olyan családba, hogy egy tréfás székely ember volt az édesanyám, és egy gyönyörű, szép hangú asszony édesanyám. Tehát mind a két részről megkaptuk azt, amit egy gyermeknek szüksége van a fejlődés, és a testvéreim is, tehát mind tudtunk szépen énekelni, verselni, humorunk azt kialakult már gyerekkortól, és a mai világban ez megint fontos lenne. Tehát igen, a gyerekeknek furcsa, már szinte már meg sem értik ezt a népi humort, úgyhogy múltkor olvastam egy Tamási Áron novellás kötetet, és belegondoltam, hogy vajon a mai gyerek megértene, amiről szól, amiről ő írt, hát nagyon nehezen. Nyugodtan fordulj a falnak, menj át, ingemet ne busulj, erre az asszony, nem merek meghalni, már attól félek, abba a helyben új asszony hozol a házhoz. Ó, te attól ne félj. Herszállt hasonlót, úgyse kapos, amelyen te vagy, olyan neked nem kell. Mert hát ugye szokták mondani a székelyön, bátorti ez a csak az édes, ugye? Hát képzeljük el, a székely ember kívül van a mezőn, és ha egyszer jön egy nagy gomatüdő, sebes eső, sován szél, esik az eső, úgy, hogy szakad le az ég, hát a víz kezd körbe kerülteni, felmenjen egy dombocskára a székely ember. Ha csak emelkedik, hát amint ott kucorogott a dombocskán, ha lássa a víz tetejének, kalap úszik feléje, megkerüli a dombocskát, elúszik vagy 200 métert, megint megkerüli a dombocskát a kalap, utána nyúl, emeli ki a kalapot, hát uram, ne hagyjál. A komáját vele együtt húzza ki a vízből. Azt mondja, koma, mit keres ebben a nagy vízbeken? Azt mondja, jaj, komám, árvíz ide vagy árvíz oda, de számítani muszáj. A Vármegye háza meghatározó épülete a megyeszékhelynek, az egyik legfontosabb szimbóluma Tolna megyének. Nem véletlen hát, hogy a vármegyeházi estéknek, ahogy a neve is fémjelzi, a város ikonikus épülete ad otthont. A mese igazsága szoktam mondani, és ami benne van, ugye a gyereknek is meg lehet tanítani, hogyha köszönsz, vagy segítesz, akkor jót remélhetsz, mert jót cselekedtél. És a mai világban úgy gondolom, ez nagyon fontos lenne, hogy egyáltalán a gyerekek tanuljanak meg köszönni. Ugyanúgy megtalálható az állatmese, a csali mese, a trépás mese, ezek a párosító mesek, a csufondáros mesék. Ugye, mert régen, hogy születtek a mesék? Voltak különböző embertípusok, és a fösvény emberről is készült egy mese, a pletykás asszonyról is készült mese, a csufondáros emberről is készült mese, tehát ez így ment. Tehát meglettek, a mesében megtalálhatók azok az embertípusok, azok a figurák, amik régen és még ma is élnek, ugye, köztünk. Hát én vagy felek, ez akkor a pufáj lettek, mint egy sárkány. Ugye itt Ádám mindig vissza a Jóisten, és azt mondja a Jóisten, hogy ide ne hozz. Te tűrj neki, és ő tűrjön neked, de velem teszek egyetek. Hát azóta kínlódik az ember az asszonyból, mert se velem, se nélküle.
a mai kornak a Skype-ját is használom, ami a számítógéphez tartozik, mert a Skype-on keresztül föl lehet készíteni gyermekeket, tehát sokan kérnek információt, hogy hova érdemes a gyereket vinni, milyen mesét tudok neki ajánlani, és akkor megadok neki mondjuk egy mesét, ami illik hozzá, és akkor Skype-on fölveszik a kapcsolatot, és akkor elmondja, akkor na itt álljál meg egy kicsit, most miről van szó, most vegyél egy levegőt, stb. Tehát jó dolgokkal lehet használni a számítógépet, számítás technikát. Szokták kérdezni, hogy hány mesém van, hát mi azt sem tudom. Mert az ember tud kettőt vagy hármat, abból már lehet egy negyediket, ötödiket csinálni. A Vármegyeházi Esték sorozat folytatódik, remélhetőleg továbbra is olyan teltházzal, mint Sebestyén István székely mesemondó estjén volt. 40 esztendeje annak, hogy Pece István zenekart alapított Szekszárdon. A Prima Díjas Szekszárd Big Band tagjai vallják, a Big Band nem csak muzsika, hanem életre szóló szerelem is. És a szerelmesek újra és újra egymásra találnak, még ennyi esztendő után is. Nagy az izgalom a backstage-ben. Ismerős, de a Big Band színpadán rég nem látott arcok suhannak el. Hallgatnak kicsit bele az utolsó próbába, és mosolyogva beszélgetnek egymással. Mert hát az idő fölöttük is eljárt, már csak emlék, igaz, nagyon szép, amikor még ők is hangszerrel a kézben várták, hogy megmutassák a nagy érdeműnek, a Szekszárd Big Band nem véletlenül maradt, már 40 esztendő óta meghatározó formációja a hazai jazz életnek. Szóval egyrésztről nosztalgiázás folyik, míg a másik oldalon még az utolsó simítások zajlanak. Mert egy 40 esztendős ünnepi koncerten mindennek a helyén kell lennie. Büszke vagyok a fiatalokra, mert igazából ők már tanult, konzert végzett zenészek, és boldog az ember, hogy ilyen utódai vannak. Hogy emlékszel a régi Big Bandre? Hát egy csodálatos utazás volt. Az életem egy nagy része, 25 év. Csak kaptam ettől az egésztől, épültem tőle, nagyon, nagyon boldog vagyok, és még hogy nézhetem a fiatalokat ettől, meg aztán igazán fel vagyok dobódva, tehát jól érzem magam a bőrömben. Ugyanazt a műfajt, ugyanazokat a darabokat hallja az ember, hát biztos, hogy valamilyen szinten más, szóval, de hát ehhez idő kell, hogy az ember ilyet ki alakítson magába véleményt. Ilyenkor mind, ahogy valakire ránézek, mindig a régi időszakok jönnek vissza elém, és hát így száguldoznak vissza az embernek a régi élményei. Hát ez marha jó. Az ember tele van nosztalgiával. Olyan embereket lát itt, akiket, hát akikkel együtt muzsikáltunk. Mikor is? 80-as években. Akkor kezdtük. Jó érzés, mert még mindig itt vannak, még mindig zenélnek, jó barátok, Környei Miki, Rudán Józsi, biztos kevesen tudják, hogy a Rudán Józsival 3 évig együtt muzsikáltam. Annak idején a 80-as évek elején, nem jazz játszottunk, ez igaz, de nagyon jó, nagyon kellemes élmény, nagyon jó. Jó szívvel gondolok vissza rá, remélem ő is. Ha már Dudán Joe szóba jött, ő volt az esztár vendége, a mai 30 pluszos korosztály számára ő az egyik meghatározó rock-legenda. Túl van már élete javán, de a hangja nem romlott az évek során. Az igazság az, hogy éppen itt Szekszárdon volt az a 80-as évek elején, közepe felé, hogy én énekeltem egy olyan zenekarban is, ahol ilyen dalok is azért a repertoáron voltak. Akkor én már jártam egy pécsi jazz énekesnőhöz tanulni, a Borna Missa Máriához, 18-19 évesen, tehát mindig is szimpatizáltam én az ilyen finomabb műfajokkal. Hát csak az élet úgy hozta, hogy ugye rockzenét kellett énekeljek. Az 55 éves jubileumi koncertemre volt egy ilyen jazzes blokk, ugye, amit a Kodály Központban volt, ugye most tavaly novemberben. Ott nagyon bejött ez a jazzes vonulat. Egyébként hozzá kell tegyem, hogy én a Harkány Big Bandben is énekelek most már több éve. Ez ilyen, hogy mondjam, én olyan énekesnek érzem magam, aki szereti magát kipróbálni mindenféle műfajba. Tehát nem szeretem, hogyha beskatujázzák, de ez bármelyik zenészre értem én. Az, hogy nem jó, hogyha be vannak skatujázva. Ezt is ki kell próbálni, azt is ki kell próbálni. Ettől lesz az ember szerintem a stílusa sokszínű, tehát
Mindig is ilyen voltam, hogy kapkodtam, csapkodottam a zenekarok között is, meg a stílusok között is. Hát örömmel énekelek, és hát megtisztelő, hogy itt lehetek pont a Szexál Big Band 40 éves születésnapján. Hát próbálok a lehető legjobban tudásom szerint énekelni. És persze vannak örök tagok. Pece Zsófia, amikor azt mondtam neki, kötelező a részvétel számára az esten, tiltakozott. Azt mondja, a szíve hozza haza muzsikálni. Én nagyon-nagyon szeretek itthon lenni, és nagyon szívesen éneklek az itthoni közönségnek. Azt gondolom, hogy ez mindig egy plusz dolgot ad számomra is, hogy a hazai közönségnek énekelhetek. Amikor egyszer régebben, pár évvel ezelőtt megkaptuk, hogy magyarul nem énekelek, azóta erre mindig figyelek. Itt azért olyan barátságok kötettek még réges-régen, amik azért azt gondolom, hogy megmaradtak. Itt nem mindenki beszél egymással szerintem olyan nagyon-nagyon gyakran naponta, de most itt mindenki fotózza a másikat, beszélgettek, ölelkeztek, jaj, de jó, hogy látlak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy esemény lesz ez a mai. 40 éven át vezetni egy közösséget önmagában megsüvegelendő, hiszen óhatatlanul kerülhet ennyi idő alatt vitákba az ember, de az idő egy nagy radír, és hál' Istennek inkább a rosszat törli, mint a szépet. Úgy tűnik, hogy olyan nosztalgia van a csapat régi tagjaiba is, hogy még olyanok is eljöttek, hogy játszanak egyet velünk, akik egyébként megmondom őszintén nem számítottam. Ez jó, mert úgy néz ki, hogy ez egy 40 éves zenekar, egy ilyen csapatnál a sportban ilyenkor már az edzőket rég cserélni szokták, mert ugye nekem van egy ilyen arszpolitikám, hogy mindig a legjobbaknak kell a színpadon ülni, mindig, hogy a fociban is a legjobb 11 játszik mindig. Most ennek a dolognak óhatatlanul is akadnak olyan részletei, amikor nem mindenki ért egyet, de ilyenkor az edzőnek a szava számít nyilván. És úgy látszik, hogy ezeken túl tudunk lépni, és a meghívásunkat úgy tűnik, hogy örömmel fogadt el mindenki. Ez egy külön öröm számomra, hogy látom azokat a régi arcokat, akikkel itt az évtizedek során sokat dolgoztam. Egy évvel ezelőtt ismerkedtem össze Rudán Joe-val, akivel én csak úgy hallottam mindig róla, hogy a Csörgetavi Rock Fesztiválnak a hőse, és akkor kiderült, hogy olyan fejlődése, vagy nem tudom, mint menni keresztül, mert a rock az egy megint más műfaj, hogy egy kicsit a jazzhez közelít az elgondolása, és kiderült, hogy vannak olyan számok, amiket szívesen elénekelne velünk, és akkor ezt mi nagy örömmel vettük, és támogattuk a dolgot. Az örök megújuló Big Band öreg tagjai is nem reménykedhetnek abban, hogy 10 év múlva ismét együtt ülhetnek egy nagy közös ünnepi koncerten. Utánpótlás van bőven, és a jazz klasszikusain nem fog semmilyen zenei ízlés pusztító hatása sem. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!